abba, nem ül abba minden gyerek, sejhaj, aki felül juhat. Köszöntöm a nézőket! Elhivatottságként tekint a jótékonykodásra Ótot Ferenc, a Szegedi Horthy Csónak ház tulajdonosa. Ferenc itthon és a határon túl is lelkes és aktív zászlóvivője a jótékonysági projekteknek. Ma mi is ellátogatunk egy általa szervezett jótékonysági vacsorára, de hogy pontosan milyen célt szolgál és hogyan zajlik egy ilyen rendezvény, az a következő percekben kiderül. Tartsanak velünk! Akkor beszéljünk arról, hogy hol vagyunk most tulajdonképpen, és hogy mit érdemes tudnunk erről a rendezvényről, hiszen most már gyakorlatilag a sokadik alkalomról beszélhetünk, mi ez a rendezvénysorozat. Igen, Betyárok tanyáján vagyunk, ez az én egyik vendéglőm, és évek óta szervezem ősszel mindig a nyárbúcsúztatónak a jótékonysági vacsorákat. Ilyenkor egy-egy rászoruló családnak, árvaháznak, Erdélybe, felvidékre gyűjtünk. Egyre több az érdeklődés, egyre több vendégünk van. A vacsora teljesen ingyenes, önkéntes alapon lehet akkor egy adományt adni, és egyre több felajánlásunk is van. Ezt a mait például a Szegedi jól ismert Pipitér falatozó ajánlotta fel a csirkehúst, de a múlt szombaton a Keresegy Motoros Egyesület lehoztak 3 bárányt, levágták, és azt tettük a bográcsba. Minden alkalommal más a vacsora is, és egyre nagyobb érdeklődésnek örvend ez az egész vállalkozás. Mit kell tudnunk róla alapvetően, hogyan zajlik? Ez úgy tűnik, hogy ez mindenki számára nyitott és ingyenes. Van egy dobozunk, és abban lehet adományt adni, nem nézzük, hogy mennyit vagy ad, vagy nem ad. Jó érezzük magunkat, vacsorázunk, iszunk egyet, ezt a szombat estét eltöltjük, de hozzá kell tennem, hogy elég jelentős jó összegek is összegyűlnek, amit aztán vagy a felvidékre, vagy Erdélybe, de magyarországi rászorultaknak is például ásotthalomra vittünk már kerékpárokat, az iskolatáskákat iskola kezdésre, tehát foglalkozunk ezekkel a jótékonysággal, és ez mindenkinek, azt hiszem, egy jó a lelkének. Szeged mennyire nyitott ebből a szempontból, mennyire érdekeltek, és mennyire támogatják az ilyen rendezvényeket? Hát egyre jobban érdeklő, tehát egyre több az érdeklődő, azt kell, hogy mondjam. Eleinte csak egy 3-4-8-an voltunk, most már 100-nál többen jövünk, és ismerik az vendégek, szeretik ezt a helyet. Nem is az ételről, nem is az eszemiszemről szól, habár meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon finomak, azért kakaspörkölt van, akkor múlt héten tárkonyos báránypaprikás volt szrapacskával a felvidék, speciális étel, és egyre jobban tudomásukra jött a vendégeknek, és egyre többen jönnek. Mikor lesz a következő alkalom? Jövő szombat, szintén 18 órakor, ugyanitt a Betyárok tanyáján, itt a Fókán, Fókastrandnál, és a jövő héten egy nagyon kedves barátom, a Márkus Tamás vállalkozó, aki lábszárpörköltet fog készíteni nekünk, meggyes pittével, ha jól tudom, és ezt mindig az előtte héten, hétfőket, szerdán szoktuk megbeszélni és beharangozni a Facebookon. Köszönjük szépen! Nagyon szívesen!